Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a Rimworld folytatása. A királynő mesztelen sorozatunkkal. Olyan hideg van a szobájába? Yikes, valóban. Ajjaj! Ajjaj! És úgy érzi, odakint kell játszania. Na mindegy! Állatokkal mókol. Nem túl jó hír, mert továbbra is hűl kifelé. Meteor! Mondjuk egy gránit meteortól nem vagyok kisegítve. Valami érdekes alapanyag az, az még szó-szó. De gránit, bö. Mondjuk ott egy meleg forrás. Ha nagyon kéne. Ez meg hova rágva megy most és mit csinál? Ja, sikerült megvárnunk, amíg elveszett. Mennyi kaja készítést állítottam be, hogy örökké. Na jó, az egy picit sok. Akkor 8 után hagyjuk. Nem. Először tölgyet vágsz, és utána végre van fa a tűzhöz. Mielőtt szétfagyna. Teljesen, mondjuk egész jól fölmelegedett testére. Érdekes módon. Nem előtte föltöltöd a tűzifát. Utána alszol. A melegbe. Misztikus, tudom. No, hát ennyivel beljebb vagyunk. Gyapot az úgy látom pusztulni fog. Legalább a eső abba maradt. Kényszerített eső. Annak minden mókájával. És random vándort kaptunk. Hé-hé. Na jó, egyformán gyér, de mondjuk legalább van lelkesedése. Szakács! Ő is jó földműves lesz. Ötös kovács. Egyébként nem.
Jó, először takarít, kutat és utána egyéb dolgok. Azért a kutatás legyen egy kicsit hátrébb, ha úgy tényleg nagyon nincs mit csinálni. Fontos, de nem most és nem még. No. És ő neki van ruházata, az is valami. Mondd, hogy tud harcolni. Ez elharcos. Annak nem örülök. De hát ez van. Milyen minőségű silány. Az nem annyira egészséges. Termelés. Ennyi. Ennyi a színvonal. Akkor próbáljunk egy kést is készíteni. Kis késit. Hát, ha jobb lesz, mint silány. Jó, viszont kell akkor egy tábortűz oda is, hogy ne fagyjon meg ő se. Az nem túl egészséges. Jó, és akkor elkezdünk azonnal építeni egy újabb házat. Vagy szobát inkább. Vagy egy esetleges érkezőnek majd legyen. Jó, mi kell nekem? Ajtó. Ja, hogy annak egyel arrébb kéne lennie. Hát ez van. Mi kell oda nekem? Bútor. Kap egy fekhelyet. Kap egy virágot, meg egy másikat. Kap egy asztalt két zsámolyjal. Falak alá meg nem kell a padló. Attól nem lesz jobb. Látogató. Se óra. És tudunk veled bármit tenni, nem igazán. Na mindegy, hozzálát az asztalokhoz és egyebekhez, falakhoz. Akkor favágás, akad bőven. Hát így jártunk, látogatóval. Nem volt kedve sokáig maradni. Na jó, még egy ágyhelyünk se nagyon volt egy szobával. Meg tudom azért érteni, na. Azért
Van egy szoba, meg van egy semmibe lévő fekhely. Melyiket választja? Teljesen spontán és random. Értelemszerűen a semmibe lévő fekhelyet. Mi mást? Mi mást választhatna? Pszichohullám. Különösebben nem fog zavarni senkit. Végtelen, relatív jó minőségű kaják. Mondjuk akkor még egy zsámolyt dobjunk le ide, és akkor lesz egy harmadik embernek helye az étkező asztalnál. No, betakarítgat. Nem azt mondom, hogy hatékonyan, hanem hogy betakarítgat. Közben Lilla meg simán összerakja az ágyat, vagy az a házat, mi egyebet. Ahhoz képest, hogy mennyire hosszadalmas meló. Elsőre. Úgy tűnne. Remek zsámolj. No és szépen tisztán tart mindent. Az se egy elhanyagolható opció. És feladat. No, már ott tartunk, hogy fát viszünk haza. Helyes, helyes. Nagyon is helyes. És lehet akkor plafont építeni. Újra. Mondhatnánk azt is, hogy tovább plafonozunk. Ja, lehet, hogy három szélesre kellett volna a folyósókat hagyni. De most már mindegy. Most már kettesek lesznek. Majd azt a szövetet be kell akkor viszont szállítani, mert úgy látom arra nem túl lelkesek, hogy áll a vadállományunk. Nem olyan vészes, némelyik agresszív, de ad legyen. Pszichohullám abba marad, helyes. Mindig hasznos. Ahogy egyébként hülye vagyok. Hát van neki egy plazmakardom akkor. Remek. Jó, simán behozták a nagy részét, sőt az egészet. Remek. Hogy a birkák birkáskodnak. Felében vagyunk a télnek, kajából jól állunk. Viszonylag sok mi egyebet vadásztunk.
Egy kis ilyen gyógybogyót termeljünk. Egyébként az egyik kert körzetbe kijelölhetjük, úgy érzem, azzal nincsen nagy baj. Gyógynövényt, ha megtalálom. És akkor növesztünk saját kertet belőle. Azzal mindenki jobban jár közép-hosszú távra. Még jobban örültem volna a tűz helyett, hogy a tüzet fönn tartják. De úgy látom, ahhoz nem volt kedvük. Küldetés sikertelen. Vagy egyáltalán nem érdekel. Broáv. Te is mehettél volna a melegbe. De nem. Az túl logikus lett volna. Mindegy, lassan-lassan fölmelegszik, csak... Tehát lehetne a 20 fokos szobába is. Csak nem. Nem szeret nem megfagyni. Összes kajánk az problémás, mert... Gány volt a... Menekült, barlangi körült. Kannibál barlang. Szereti az állatgondozást, nem ért hozzá, de szereti. Bagoly. Hát, legfeljebb így jársz. Majd kiderül. Viszont akkor kéne neki is adni egy tüzet.
Csak azért is, mert egész nap a szobában lesz. Nem biztos, hogy jó lenne, ha megfagyna teljesen. Igazából van elég kajánk, úgyhogy szerintem megpróbáljuk behozni. Lassú így lesz, de nem megéri. Jó. Te leszel a felügyelőnk, mert neked van nagyobb szociális értéked, az egy. Jaja, sikeresen az összes kajánk az mérgezett. Mókus! Na, megszivattam magam. Nem mondod, hogy egy mókus lecsapta? Jó, mondjuk a súlyos ételmérgezés volt a gond. Ezt viszont cipeld először be. Kajánk van, fegyverünk nem. Fegyverünk korlátos, igencsak. Hát az a villám az nem annyira egészséges. Tök közelbe lesz nekem. Mind mondjuk ez. Távolabbiak nem jók, de most valahol abba kell hagynom a ügyet. Lila, de mégis miért pusztulgatsz, ahelyett, hogy pihennél. A mókus, a halálos mókus harcok után. Mart fel a fegyvered, legalább annyival meglegyünk. Aztán egyél a sok-sok birka között. Majd úgy látom, kell egy birkatároló. Épület. Oké. No, milyen széles ez.
13. Viszont lesz hozzá fánk, úgy sokkal egyszerűbb lesz ez az építkezés, bár most nem tudom mi a mission. Jó, az egyik gyógyulgat, ugye? Ő inkább a gyógyulgatáson fekszik még. Nem sokáig már, de most azon küzd. No, és akkor még egy kicsit rendezni kell a körzeteket. Ugye ez tagja legyen a legelőnek, ez meg ne legyen tagja a legelőnek. Veszett nagy építkezésekbe kezdünk. Mert úgy illik, persze gondosan nincs föltöltve. Legalább abban maradt az étel mérgezése. Az is valami. De nem is kell, oda tudunk rádobni egy-egy ajtót. Csak az nem kell cifrázni. Ezt a kettőt kell lebontani. Meg persze visszarakni, meg mi egyéb, és akkor szép padlózott istállót kap az állatvilágunk, mert miért ne? Belefér. Békésen gyógyulgat. Ó, 80 nap múlva fog megpróbálni szökni a galád. Na, az értéke szépen növekszik, ha el akarjuk adni.
Nagyon lassan egy erdőt is kéne majd raknunk, úgy érzem. Előbb-utóbb. Hogy pótoljuk a fákat. Csak az marha lassú. Ilyen nagyon nem preferálom. Még nem muszáj. No, mennyit csevegünk belőle. Na, azért majd egy pontot meg törtünk. Az azért úgy vélem segít. Hát lehetett volna hagyni azt a minimális kőpadlót, de... Annyira nem érdekes. És azért annyira nincs is hideg most már. Mondjuk kifele tartunk a télből. Immáron. Kaja van bőven, az a végtelen kukorica az működött. Az elég volt. És azért ezzel a második emberkével drasztikusan beljebb vagyunk. A harmadik meg tényleg nagy siker lesz, ha összejön. No, mennyit dumcsizunk le? Ja, egy újabb majdnem egy pont. És most már majdnem 600 petákot ér. Könnyen, jól toborozható, úgyhogy azzal se lesz gond. Jó. Remek, és akkor kell majd úgyis még egy épület. Mert ugye az a szállás mindjárt megvan. Mi kell nekem? Ajtók, sok-sok ajtó. És utána még több padló. És akkor a mi kis birtokunk szépen növekszik. Hatalmas folyosókkal. Szobákkal, igen nagy szobákkal. Egy látogató. Hárommal fog arrébb menni. Jó.
És akkor arrébb telepítjük ezt a szobát, hogy itt is meglegyen a rendezett akciónk. Jó. Vele lehet kereskedni, az akkor azért dumcsizzunk, de bagolja jobb kereskedőnk, vagy az egyetlen kereskedőnk, inkább így mondhatnánk. Akarunk-e alkatrészt? Gyere, nincs mire. Láthatjuk a csúzliainkat, de nagyon nem akarom. Alpakka gyapjú. Satyek, 100 ér? Miért ne? Veszünk egy rendes sipkát a királynőnknek. No, gyógyszert megvesszük. Alkatrészt egyenlőre nem, azt tudunk bányászni, ha kell. Ezek meg nem olyan jó áron mennének el. Mondjuk ezt mérne. Azt viszont igen. És azzal a költségeinket nézve, mondjuk igazából a reflexíjat is el lehet dobni. Nagyon nem. Nem dobjuk el, mert az egy jó fegyver. Szó-szó. Igazából van számos jobb fegyverünk. De igazából van némi bevétel. No, hát innen fogjuk folytatni. Mára ennyi.